hiányzunk nagyon egymásnak, és így lopjuk a találkozásokat a gyülekezeti háznál, amikor arra gurulunk, ugye virágokat kell locsolni, meg azért van bejárás. De ezt az imaórás dolgot, ezt megpróbáltuk, hogy hogy működik. Kis létszámmal, de meg azok a testvérek, akik nagyon lelkesen várták, vagy várják ezeket a csütörtökes imaórákat, most megvan a lehetőségük. De hát nyilván ez nem ugyanolyan, mint a személyes találkozás. De így is azt lehet mondani, hogy hűséges látogatói vannak a imaóráknak. Azok is hűségesek, akik a technikai részét és a szellemi vezetését tartják, és mondom, van egy kemény mag. Mi aztán begyakoroltuk magunkat a vasárnap délelőtti videó Isten tiszteletbe. Most május végén már a 10. ilyen videó lesz. A május még videó Isten tisztelettel zajlik majd, és júniustól elkezdjük, vagy úgy tervezzük, hogy elkezdjük azt, ha más nem jön, hogy a fiatalabbakkal összejövünk, és az időseknek pedig közvetítjük. Belejöttünk ebbe az internetes, meg online közösségbe, úgyhogy itt a Biatorbágyi pünkösdi ifi találkozót szervezik éppen, ami viszont, hát ugye nyilván nem jönnek ide a gyerekek, hanem az online térben lesz megszervezve, és hát ez rengeteg előkészületet, munkát igényel, de ezzel egy időben egy országos testvérgyülekezeti virtuális találkozó is lesz, úgyhogy nagyon sok dolgunk van most az interneten, meg úgy egyébként is, és hát erre az igére ébredtem ma, Lukács evangélium a 17. fejezetéből, mondjuk a 10. verset olvasom föl. Azt mondja, az Úr Jézus tanít, azt mondja, így ti is, ha mindazt megtettétek, amit parancsoltak nektek, mondjátok azt, haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Szeretem az Urat, és szeretem az Úr humorérzékét is, hogy ez az igen most nekem nagyon-nagyon fontos volt, mert kezdtem egy kicsit, hát egyrészt elkényelmesedni, másrészt meg egy kicsit kezd elegem lenni ezekből az online dolgokból. És nyilván én másképpen látom a gyülekezetet, mint hogy Krisztus. Én nekem fizikai valóban kell jelen lenni, és ráadásul most még a testvéreket sem látom, ez a technológián keresztül működik. De hát rengeteg aggódás, meg törődés, meg idő, meg energia, pénz, minden van ebbe. És hát, mit mondjak, kezdtem hátradőlni, és elkényelmesedni is, meg azt is mondani, hogy jó, most már azért elég sok mindent letettem az asztalra. És akkor így ver fejbe ez az ige, hogy mire indultam én el, hogy az Úr kezét fogva fogom a testvérek kezét. Az a szolgálatomnak a lényege, hogy valamilyen módon táplálja vagy állja Krisztus testét, a báránk által, ha szabad ezt a példát is folytatni. Tehát ez az én dolgom és kötelességem, az elhivatásom. És hogyha úgy érzem, hogy ebben most már nagyon sok mindent beletettem, hát még akkor is csak ott tartok, amit a kutya kötelességem megtenni. Nyilván az Úr is tudja, és én is érzékelem, hogy ez egy szokatlan időszak, mert erre vagyunk elkészítve, de hát ez a jó benne. Tehát azt kérni tőlem, és így mindannyiunktól is az Úr, hogy mindazt megtettük, amit parancsoltak nekünk, akkor csak annyit tettünk, mint a kötelességünk volt. Ennél sokkal, de sokkal többre vagyunk képesek.